Beyblade. Az előző rész tartalmából Jinga és a Gengen Galaxy csapat vonaton utazik Oroszországba a Beyblade VB következő meccsének színhelyére. Időtöltésként Jingaék edzőharcot folytatnak néhány furcsán öltözött orosz fiatallal. Madoka összebarátkozik az egyikükkel, Alexivel, még a laptopját is kölcsön adja neki, ám Alexi titokban lement róla minden adatot. A lopott információt aztán egy sötét figurához, Antonhoz viszik, aki nekiáll kikutatni Jinga csapatának gyengeségeit. Anton egy hamburgerösvényt hagy az állomáson, és az alvaevő Masamune rá is harap a csalira, és átszáll egy másik vonatra. Jinga és Madoka döbbenten figyeli, ahogy a társuk eltűnik az orosz éjszakában. A végállomásnál megismerkednek Antonnal, az orosz csapat menedzserével, aki meglepve konstatálja, hogy Jinga is ott van, mivel neki szánta azt a hamburgeres csapdát. Anton bemutatja az orosz csapatot, a lábuskát, akikről kiderül, hogy azok a gyerekek azok, akikkel Jingaék a vonaton találkoztak. Eközben az álmából felébredt Masamune a világ másik végén találja magát, és fogalma sincs, hogy merre keresse a társait. A fantasztikus ketrec párbaj. Galaxy Pegasus, Earth Eagle, Flame Libra. Nem olyan ellenfelek, amelyek hagyományos támadással legyőzhetők. A lavuskának külön lépéseket kell tennie, hogy biztosítsa magának a győzelmet. Mert mi volt előbb, rakéta vagy kilövőállás? És minket csak az elsőség érdekel. Még mindig nincs hírünk Masamune hollétéről. De mégis hol a csodában lehet? Mihez kezdünk, ha nem esik be a mérkőzés kezdetéig? Tadá! Egyszerű a válasz, és itt áll előtted! Mit gondolsz, miért került tartalékjátékos a Gengen Galaxy-be Jingi? Bízzátok csak rám! Ha Masatka nem talál vissza időre, akkor én átveszem a helyét, és szanaszítverem az ellenfelemet, meglátjátok? Megnyugtató. Biztos igazad van, de azért... Semmi de! Éhes vagyok. Ebédidő van már végre. Ha? Szervusztok! Ah, szia, Alexi! Megterítettük az asztal, gyertek. Erre tessék. Pompás! Épp ideje volt! De jól néz ki! Ne szégyellősködjetek! Ne félj, eszünkben sincs! A francba azt sem tudom, hol vagyok. A torkom teljesen kiszáradt. A hasam... meg üres! Egy épület! Ó, végre! Megmenekültem! Ez bitang jó volt! Köszönjük az ételt! Ennyi volt! Ennyi hát! És most mit csináljunk? Alexi, ha már úgyis itt vagyunk, megmutatnád nekünk az űrrepülőgépet? Oké, miért is ne? Csak gyertek utánam. Milyen hatalmas! Baró! Itt fogjuk valóra váltani az álmainkat. Igen, egy nap felszállunk ezzel az űrhajóval, és elhagyjuk a Földet. Felfedezzük az űr hatalmas mélységeit. Az a vágyunk, az egyetlen álmunk. Tök király az űrutazás! Ha elég keményen edzünk, akkor mi is veletek mehetünk az űrbe. Én is menni akarok! Megvan az izmom hozzá! Ne nevettes! Sokkal több kell puszta izomnál, vagy még ennyit sem tudtok? Ha? Egy űrhajósnál nem elég, ha csak szimplán erős. Egy nagy rakás különböző ismeretre is szüksége van. Felsorolok néhány ilyet.
Felső végzettség, mérnöki tudás, orvosi ismeretek, a röppályageometria. Jaj, ne hagyd ezt abba! Már attól görcsbe áll az agyam, hogy ezt hallgatom! Gyökér szegény! Gingy olyan sötét, hogy csak álmában lehet belőle űrhajós. Mi van? Mi már 5 éve itt vagyunk. Ha? Mit mondtál? Süketek vagytok? Azt mondta, hogy 5 éve itt vagyunk, és keményen dolgozunk! Rúgjátok be az agyatokat! 5 éve szünet nélkül folyik a munka. Évi 365 napon át hajtanak bennünket, hogy felkészítsenek. Kevesen dolgoznak olyan keményen, mint ti, hogy valóra váltsák az álmukat. Igen, és nem akartuk, hogy az egész kárba vesszen. Ha? Ezt hogy érted? Úgy, hogy nem lesz belőle semmi. A bukdácsoló gazdasági helyzet miatt korlátozták az űrprogramot. Nincs űrutazás. Igen, így van. Amilyen mázlink van, az egész űrkutatási tervet berekeztik. Az szörnyű. Ja, az nagyon gáz. De még mennyire? A VB a mi utolsó esélyünk, ha győzni tudunk, és kellő ismerettségre teszünk szert a Beyblade világában, akkor talán mégsem kell feladnunk az álmunkat. A győzelmünkkel talán elérhetjük, hogy valaki újra támogasson bennünket. Úgyhogy nincs kegyelem! Ne számítsatok rá, hogy veszítünk! Igen, muszáj nyernünk, hogy haladjunk. A csapatunknak fel kell hívnia magára a világ figyelmét. Megértelek. Azonban mi sem fogunk finomkodni a harcban. Nagyon klassz az álmotok, hogy felmentek az űrbe. A mi álmunk viszont az, hogy megnyerjük a VB-t és a legjobb léderek legyünk. Igen. Minden erőtöket vessétek be ellenünk. Félgőtös harcban a világ nem fogja meglátni, hogy milyen jók vagyunk. De mi fogunk mindent megnyerni. A győzelmünk pedig valóra váltja majd az álmunkat. Ez a beszéd. Alig várjuk a harcot. Mikor kezdünk már? Igen. Győznünk kell. Meg kell vernünk őket. Bármi legyen is az ára. Köszöntök mindenkit a Beyblade VB A-blokkjának második mérkőzésén! A küzdelem résztvevői, hazánk büszkeségei, a Lavuska csapat, ellenfelük a japán válogatott, a Gengen Galaxy! Kezdődjék a show! Úgy néz ki, hogy Masamune nem fog ide érni a kezdésig. Ráadásul az egész Beyblade szövetségben senki sem hallott róla semmit. Egyelőre annyit tehetünk, hogy hátra soroljuk be őket. Jól van! Ez esetben egyből nyernünk kell. Úgyhogy én kezdek. Majd akkor eldöntjük, hogy ki lesz a második, ha végeztem. Jó, Tsubasán, nincs kifogásotok? Nincs. Nekem megfelel. Nekem is, pláne ha Maszatka csak azután jön vissza, ha lement mind a 3 küzdelmünk. Rendben, akkor Jinga lesz az első altisztünk. Csúcs! Irány a stadion! Igen! Szóval ezt a Jingát választották ki első altisztnek, ha? Azonnal a legjobban jönnek! Kiállok ellene. Nem, Novagumá fog. De ő Jinga. Neki a legjobbak az eredményei, és ő a legerősebb. A csapatok vezére, ezért nekem kell mennem. Te vagy a Lavuska csapat vezető blédere, igen, de... Ne úgy gondolkodj, mint egy amatőr. Már kiválasztottam Novagumát, ő fog menni. Ha győzni akartok, akkor betűre pontosan hajtsátok végre az utasításaimat. Világos? Mondom, világos? Igen. Vizet! Mit akarnak? Kölyök! Te vagy a képen? Ismétlem, ez a fiú Masamune Kadoya rejtélyes körülmények között eltűnt a Szibériai Expressről. Holléte ismeretlen. Kérjük, hogy aki információval rendelkezik róla, hívja a Beyblade szövetséget. Kezdődhet az orosz Beyblade roulette, srácok! Íme a Gengen Galaxy csapat! Nagy tapsot kérünk Jingának! Már is itt van az ellenfele a Lavuska csapatból, Novagumá! Tapsot a kis embernek a nagy szkafanderben! Amíg a föld forog, addig a béj pörög! Jól van, uraim! Lássuk, hogy ki a diadal! Az orosz űrhajósé vagy a japán sálbajnoké! Csöcsé! Az orosz meg a szét fog kapni! Rajta, Novagumá! Jaj, a fülem! Nem szoktál még
hazai közönség zengéseihez. Egy kis fikázással nem billentesz ki. Készen állok, Novaguma! Ezen a meccsen nincs stadion elhagyás. A küzdelem a végső győzelemig tart. Ha? Nincs stadion elhagyás és a végső győzelemig tart. De ez a stadion alkalmatlan erre. Ez meg mi az ördög? Mit szóltok hozzá? A teljes legyőzésig tartó meccshez, íme a Ketret stadion! A Ketret stadion! Ne aggódj, kisfiú! Ezzel a szépséggel időben eljutsz az arénához. Mi is imádjuk nézni a VB-t, szóval szívesen segítünk. Köszönöm, maga igazán rendes haver. Akkor kapaszkodj erősen! És miért? Figyelj, most belehúzunk, fiam! Jaj, ne! Egyik katasztrófa követi a másikat! Bepörögtetek, hogy láthatjátok a Lavuska csapatot? A Gengen Galaxy ellen küzdeni az első meccset a Ketret stadionban vívjuk meg! Élvezitek a jó öreg orosz vendég szeretetet? Persze, nekem aztán abszolút mindegy, milyen a küzdőtér. Jinga nem változik. Micsoda szerencse. Köszönöm, ez csak annál jobb. Ettől lettél a Battle Bladers bajnoka, nem igaz? Örülünk, hogy itt vagy, Jinga. De most küld haza Novaguma. A barátaimmal az űrbe megyünk, szóval győznöm kell, és győzök is. Ez nagyon derék, de sajna nem lesz így. Munkára! Ideje, hogy pördüljenek a bélyek, fiúk! 3! 2! 1! Hasítsatok bele! Kapd el, Pegazus! Jöjjön a hulló csillag támadás! Mi? Ha-ho! Pegazus megpróbált az ég felé törni, de a Ketrectől botlóra került! Bakker! Spéci fogás nélkül kell boldogulnia. Egy repülésre képtelen Pegazus csak egy ló. A sötét úton megszerzett információ újabb diadala. Szóval ezért van a Ketrec. A mozgástér korlátozása miatt Jinga spéci fogása hatástalan. Hé, ez nem igazságos. Miért nem? Nem, szó sincs róla. Jinga és Novaguma ugyanolyan körülmények között küzdenek. Hisztizés helyett inkább folytassátok már a mérkőzést. Nem probléma. Figyú! Az én Pegazusomat egy Ketrec sem tarthatja vissza! Pillanatok alatt lerombolom és szabad leszek! Törj át rajta, Pegazus! Azt nem hiszem. Ez meg micsoda? Mi volt ez? Áramütés! Nocsak! Sokkoló fejlemények odalent! Pegazus! Pegazus épp hogy megúszta, bármi is volt az! Hogy bármi is volt az, maga vak! Ilyen stadiont még életemben nem láttam! Ahogy mondtam, mindkettőjükre ugyanazok a szabályok érvényesek. Miért, Alexi? Hát annyira fontos nektek a győzelem, hogy csalni is hajlandóak vagytok! Hogy tudsz éjjel aludni? Alexi? Lira, ez a mérkőzés már elkezdődött. Nem, már nem fordulhatunk vissza. Győznünk kell. Az ár nem érdekes. Gyerünk, Novaguma! Igen. Ha? Teljesen megértem Alexi érzéseit. Harcolni fogok, mert csak a győzelem válthatja valóra az álmunkat! Jinga, ha nem törhetsz az ég felé, maradj lent! Ne feledkezz meg róla, hogy a vonaton is legyőzted Novagumát! És ott sem volt meg a hulló csillagod! Igen, emlékszem rá! Támadás, Pegazus! A borscsát neki! Orszó gond nélkül megállította Pegazus rohamát! Pegazus!
megfogta! Az a nagy medve orszója! Nevéhez híven akár egy vadmedve úgy álmozdulatlanul Pegazus támadásai alatt! Merőben máshogy küzd, mint tegnap a vonaton. Igen, mintha kicserélték volna. Csak játszottak. A vonaton nem küzdöttek teljes erejükből. Rakorszó egy védekező típusú béj. Amint felveszi a pozíciót, a fúziós gyűrűje minden hagyományos támadást visszaver. Így, szárnyak nélkül. Pegazus sem menekülhet már el. Nincs más hátra, mint hogy vereséget szenvedjen a medve karmai közt. Gyerünk, Novaguma! Orosz medveharag! Rosszul állunk! Jingi, csinálj már valamit! Novaguma megismerteti Jingát a tomboló orosz medve karmaival. Rock Orszó energiagyűrűje úgy sorozza Pegazust, hogy annak még visszatámadni sincs ereje! Ez meg mi? Egyszerre védekezik, de emellett közben még támad is? A súlyát felhasználva indítja a támadást. És így minden ütközésnek megsokszorozódik az ereje. Az orosz medve felébredt téli álmából, és most pusztító karmaival vesz elégtételt a megzavarásért. Üsd fel, Pegazus! A nem jóját! Ezúttal Rock Orszó tapasztalja meg, milyen sokkoló, ha hozzáér a ketrechez. Novaguma! Ne add fel, Novaguma! Nyerd meg! Nyerd meg, hogy eljussunk a világűrbe! Orszó ellentámadásba lendül! Szinte már majdnem utolérte Pegazust! Jaj ne, Pegazus! Nézzétek, hogy Rock Orszó milyen vadul támad! Az áram megégeti Pegazus bőrét! Orszó! Lőgd! Szorítsd oda! Tarts ki, Pegazus! Szikra eső! Orszó a falhoz szorítja Pegazust! Már nem bírja sokáig szuflával! Baj van! Minél tovább húzódik a küzdelem, annál biztosabb, hogy Rock Orszó fog győzni. Ezen túl, ha folytatódnak a Pegazustért áramütések, akkor előbb fog elfogyni az ereje, mint Orszói. És most? Ha nem repülhet, akkor nem vetheti be minden erejét. Ki kell szabadulnunk a ketrec fogságából? Nincs idő gondolkodni. Törj utat magadnak, Pegazus! Menj neki, Pegazus! Ajaj! Egymás felé tartanak! Mindkét fékevesztett vonat! Há, kétségbe lehet esve. Visító balalajka! Orszó óriási ütése az ég felé repíti Pegazust! Vajon ennyi volt? Igen! Szállj el, Pegazus! Szállj! Ilyen nincs! Ez az utolsó lehetőségem, hogy győzzek! Ki kell törnünk a ketrecből és visszahódítani az eget! A pirogját! Pegazus felhasználta Orszó ütését, hogy még nagyobb erővel vágodjon be az elektrofalba! Jinga! Törd át, Pegazus! Szállj! Szállj! Ez nem lehet. Az a ketrec megsemmisíthetetlen. Emelkedj fel! Szállj olyan magasra, amennyire csak akarsz! Spéci fogás! Hulló csillag támadás! Nem! Nem adom fel! Spéci fogás! Orosz medve karom! A béj, amelyik végül bealudt, az Rock Orszó! A győztes Jinga a Gengen Galaxy csapatból! Igen, én! Király vagy, Jinga! Hagyd te, hogy az ellenfele megüsse, és így lendületet adjon neki. Felelőtlen, mint mindig. Igen, tipikus Jinga észjárás. De ahhoz képest, hogy milyen igazságtalan körülményeket teremtettek az első mérkőzéshez, kíváncsi lennék, hogy a másodikra mivel rukkolnak elő. Srácok! Novaguma! Micsoda pech!
de számítottam rá, hogy ilyesmi megeshet. Na majd legközelebb. Novaguma! Minden rendben! Én úgy sajnálom, srácok! Semmi baj, még nem vesztettünk! Legközelebb nyerünk! Az álmunk még él, érted? Sikerült, Jingi! Hallod? Oké, kölyök, megérkeztünk! Köszönöm, uram, de hol van az a stadion? Ha leértél, lesz majd ott egy vasútállomás, onnan egyedül is oda találsz. Azt mondja, hogy nem fog végig elvinni engem. Bocs, de nem léphetek be más ország légterébe. Akkor szevasz! Mi?